Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora május 22-én hétfőn. Múlt csütörtökön Váramegyékben járt Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Két helyszínen volt, Kisvárdán és Kemecsén. Utána pedig ellátogatott hozzánk. Nézzük először egy összeállítást arról, hogy mi történt Kisvárdán, illetve Kemecsén. Hatalmas raktárakkal és újabb jelentős átrakó kapacitással bővült a Transit Speed Kft. Az 1990-ben alapított cég Kisvárdán alakította ki új telephelyét. A vármegye egyik jelentős árufuvarozással foglalkozó vállalata eddig 110 hektáros logisztikai központtal, 57 ezer négyzetméternyi fedett raktárhelyiséggel és 11 kilométernyi vasúthálózattal rendelkezett Mándok közelében. Ezt bővítették a nemrég átadott beruházással. A mándoki telephely a keleti régióban szárazföldi kikötői szerepet tölt be, azáltal, hogy Ukrajnában és Oroszországban lévő széles, illetve európai normál nyomtávú iparvágány is megtalálható telephelyünkön, biztosítva ezáltal az áru továbbszállítását Európa bármely országába vasúton és közúton. Másik telephelyünk Csepelen található a Duna partján, ahol 24 ezer négyzetméter fedett raktárkapacitással rendelkezünk, és 50 ezer tonna egyidejű tárolására van lehetőség. A telephelyen folyami, közúti és vasúti megközelíthetőség áll rendelkezésére. A világ minden részéről európai kikötőket közbeiktatva hajóval érkezik az áru, mely tárolást és egyéb hozzáadott értéket követően kerül továbbszállításra Közép-Európa országaiba. A kisvárdai beruházást is befejezve, a szállítmányozási tevékenység végzésében, így mindhárom telephelyünk közbeiktatásával az európai piac ellátásában igyekszünk minél aktív szerepet vállalni. A most megvalósult beruházással együtt Kisvárdán 1,8 km vasúthálózat, 12 ezer négyzetméter fedett raktárkapacitás, és a telephelyen 21 ezer négyzetméter terület került, aszfaltburkolatot kapott, továbbá megépült egy fedett átrakóberendezés közúti és vasúti járműmérlegrendszerrel egybekötve. A tárolókban árufajtától függetlenül 35-40 ezer tonna áru egyidejű tárolására van lehetőség. Az átrakóberendezés kapacitása 200 tonna per óra, ami azt jelenti, hogy közel 200 kamionnyi áru kirakodására vagy normál vagonba töltésére van lehetőség. A megvalósult kisvárdai beruházással kapacitásbővítést ért el társaságunk, mivel a mándoki telephelyünkön tudtunk kizárólag széles nyomtávú vagonokat fogadni Ukrajnából, és e fejlesztésnek köszönhetően a széles nyomtávú vagonokat tengelyátszerelve a MÁV ZRT-vel és a Rail Cargo Hungáriával együttműködve közvetlenül tudjuk a kisvárdai telephelyünkre irányítani, és partnereink igényének megfelelően a vagonok kiürítése után az árut átmeneti tárolóba tudjuk helyezni, majd vasúton, tranzitforgalomban továbbszállítani Európa bármely országába. A logisztikai vállalat számos válságos időszakot túlélt már az elmúlt bő három évtizedben, mégis folyamatosan tudta növelni kapacitásait. Nagy szerepe van a társaságnak a térségben élők foglalkoztatásában is. A kisvárdai telephely 20 új munkahelyével már több mint 100-an dolgoznak a vállalatnál. Annak idején a rendszerváltás után az egyébként agrármérnöki végzettséggel rendelkező dr. Szabó Ferencnek egy zseniális húzása volt, hogy logisztikával fog foglalkozni, és hogy a cég ilyenre nőtte ki magát, azért mi, akik itt élünk, nyomon tudtuk követni, hogy nagyon ügyesen sikerült a két fiát is bevonni a vállalat csoportba, és immár hárman teszik azt a nagyszerű dolgot, amivel több mint 100 embert foglalkoztatnak a térségben és a választókerületben. Mindenki hallotta, hogy Robert mondta, hogy neked nem jó? Nyakunkba ömlik valami, akkor innentől kezdve? Nem, nem. Mehet? Még? Jó vagyok? Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gomnyomására indult el a munka a vasúti vonal felett az új kisvárdai telephelyen. A tárca vezető az átadó eseményen elmondta, Magyarország gazdasági növekedéséhez beruházások kellenek, ebben pedig kiemelt területet jelent a logisztikai ágazat fejlesztése.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, az orosz-ukrán háború miatt megváltozott tranzit útvonalak következtében Magyarországra egyre nagyobb szerep hárul a nemzetközi árufuvarozásban. A Transit Speed Kft. Új kisvárdai telephelye 3,8 milliárd forintból épült fel, a beruházást az állam 1,4 milliárd forinttal támogatta. Ezek a felvételek pedig már Kemecsén készültek még 2022. augusztusában, amikor lánctalpas aszfaltterítő munkagép dolgozott azon az 500 méter hosszú feltáró úton, amely a 100 hektáros ipari terület megközelítését szolgálja. A közel 1,3 milliárd forintos projekt most a végéhez ért, ami azért is öröm a település számára, mert régre nyúlik vissza a kezdés. Ez a projekt 3 évvel ezelőtt, de lényegében 2017-es, top 111-es projekt keretén belül ez az ipari infrastruktúrák fejlesztésének a támogatásának a prioritását szolgálta ez az uniós fejlesztési forrás. Ebben nyertünk támogatást, és az, amit mi meg szerettünk volna oldani, és meg is oldottunk, az az ipari terület megközelítését, közvetlen megközelítését főútról. Képítettünk egy 500 méteres új utat, egy új vasúti átjárót létesítettünk, és természetesen kivittük ide a közműveket, egy új járdát építettünk, több mint 900 fél méter hosszan pedig egy új ivóvízvezetéket is vittünk ide ki az ipari területre. A település életében nagy jelentősége van, hiszen mi 20 éve készülünk erre, apránként 20 év alatt vásároltuk össze a területeket. Ez egy 100 hektár térmértékű terület, egybefüggő önkormányzati tulajdonban van. Ebben volt többek között egy 20 hektáros közös osztatlan tulajdonban lévő zárt kerti ingatlan együttes is, amelynek a megvásárlása közel 20 évet vett igénybe az önkormányzat részéről. Az anyagi lehetőségeket és természetesen az emberi erőforrásokat igyenembe véve, hiszen egy ilyen jellegű összetett tulajdonnak a rendezése nagyon nagy időtávot igényel, mint ebben is látható. Ez a kétvágányú vasút Budapestet és Nyíregyházát köti össze Záhonnyal, így jelentős teherforgalmat bonyolít le. Az ipari parkot mi most létesítettük, befektetőkkel tárgyalásokat folytatunk, itt a miniszter úr támogatásával, Szijjártó miniszter úr támogatásával és a HIPA közreműködésével. Vannak érdeklődők, a tárgyalásokban van, amiben előre haladott stádiumban is vagyunk, viszont egy nagy-nagy gondja van az országnak és Kelet-Magyarországnak is nekünk is, a villamos energia biztosítása az ipari beruházásokhoz. Ha ezt a gátot a kormánnyal közösen meg tudjuk oldani, akkor befektetőket is nagy biztonsággal tudunk erre a területre hozni és vonzani. Bármilyen alacsonyak is az adók, bármilyen jól képzettek is az emberek, bármilyen stabilis a politikai rendszer, hogyha nincsen hely, ahova beruházás jönni tud, akkor ebben a versenyben bizony alul fogunk maradni. Tehát a további gazdasági növekedéshez szükséges beruházások Magyarországra hozatalának egyik legalapvető feltétele az, hogy új ipari parkokat tudjunk létrehozni országszerte, olyan ipari parkokat, amelyeknek a közlekedési, infrastruktúrális és közmű ellátottsága elég vonzó ahhoz, hogy alkalmassá tegye őket beruházások letelepedésére. Most itt Kemecsén, ahogy hallhattuk, a polgármester úr vezetésével egy körülbelül 20 éves munka érett most be, akkor, amikor létrejött a város új ipari parkja, amely 100 hektár nagyságú, kiváló logisztikai adottságokkal rendelkezik. Románia, Ukrajna és Szlovákia is elérhető távolságon belül van. Ez az ipari park logisztikailag, infrastruktúrálisan kiváló adottságokkal rendelkezik ezek a logisztikai és infrastruktúrális adottságok, valamint az itt élő emberek és az ő képzettségük, az ő szorgalmuk lehetővé teszi azt, hogy ide beruházásokat hozzunk. Annak érdekében, hogy ez az ipari park így a beruházók fogadására elkészüljön, a kormány 1,2 milliárd forintos támogatást biztosított. Teljes tehát a közműellátottság, a vízellátás, a csapadék elvezetés és az áramellátás kérdésében pedig majd közösen kell dolgoznunk azon, hogy itt minél előbb létrejöjjön az áramellátási mennyiség, amely akár nagyobb beruházások érkezését is
lehetővé teszi. Egy dolog biztos, itt Kelet-Magyarországon, Nyíregyháza, Debrecen környékén európai, sőt globális világ összevetésben is egy egyedülálló nagyságú és egyedül állóan modern autóipari központ jött létre. És ennek az autóipari központnak a beszállító vállalatai számára ez egy ideális helyszín lesz. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy már több érdeklődő vállalattal is egyeztetünk, ugyanis pont a Covid-nak az egyik hatása az, hogy a nagy nemzetközi vállalatok szeretik lerövidíteni a beszállítói láncaikat fizikailag is. Ez azt jelenti, hogy azt szeretik, hogyha a beszállító vállalatok a lehető legközelebb vannak hozzájuk, és így kerüljék el azokat a kockázatokat, amelyek a nem menetrend szerintű szállításokból fakadnának. Tehát a nagy kelet-magyarországi autóipari központ beszállító vállalatai számára ideális ez az ipari park. A beruházás ösztönzéssel foglalkozó ügynökség pedig innentől kezdve minden ilyen beruházói szándékkal Magyarországra érkező vállalat számára ajánlani fogja ezt az ipari parkot, és látván a Magyarországra beáramló beruházások ütemét, azt hiszem, hogy nem kell sokáig várnunk arra, míg valami külföldi megpróbál ezen a nyelvtörőn keresztül vergődni. Valószínűleg a Kemecse nem fog menni, de Kemexeként valószínűleg sokan fogják majd emlegetni ezt a települést. Szerintem nincs sok idő hátra, míg ez összejön. A beruházás elsődleges célja a város gazdaságának jelentős fellendítése. Így a projekt pozitív hatást gyakorol a térség munkanélküliségi helyzetére is. Köszöntöm a stúdióban Szijjártó Pétert, külgazdaság és külügyminiszter, köszönöm, hogy megint elfogadta a meghívásunkat. Kisvárdán és Kemecsén járt ma. Kisvárdán egy nagyon fontos beruházáson vett részt, ami segíti a kelet-nyugati agrár import-export áramlást, és ez óriási probléma jelenleg most Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyében. Miben tud segíteni ez a beruházás? Nézd, sajnos a háborúnak van számos következménye, számos tragikus következménye, és akik a határ közelében élnek, ezekkel a következményekkel még előbb is szembesülnek, mint akik Magyarország távolabbi tájain laknak. Ezért önök itt gyakorlatilag azonnal szembesültek azzal a problémával, hogy mivel Ukrajnából az élelmiszeripari termékeket, a mezőgazdasági terményeket, gabonát nem lehet, vagy nem tudnak a Fekete-tengeri kikötőkön keresztül korlátlanul elszállítani, mint ahogy volt ugye korábban. Ezért az áru jelentős részét Közép-Európán keresztül kívánják eljuttatni, jó esetben persze azokba a célországokba, ahol ennek a gabonának, ezeknek a terményeknek a megléte, a megérkezése az életbe vágóan fontos, hiszen gondoljunk bele, hogy számos afrikai, közel-keleti ország saját élelmiszer ellátását nagy mértékben alapozta az Ukrajnából, illetve Oroszországból származó gabonára, illetve más terményekre. Ezért mi magyarok mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ukrajnában feladott mezőgazdasági terményeket a lehető leggyorsabb úton el tudjuk juttatni a folyami vagy a tengeri kikötőkhöz, hiszen tudjuk, hogy ha ezek a termények nem érkeznek meg a afrikai, illetve közel-keleti országokba, akkor ezek az országok könnyen destabilizálhatóakká válnak, hiszen hogyha élelmiszer ellátási válság jön létre, akkor onnantól kezdve csak egy lépés az extrém ideológiáknak, a terrorizmusnak, az erőszaknak a megkezdődése, és az pedig egyenes úton vezet már a újabb illegális migrációs hullámok kirobbanásához. Tehát annak érdekében, hogy a háborúnak ne legyenek újabb súlyos biztonsági következményei, az Ukrajnából meginduló gabona tranzitot nekünk segítenünk kell. Ugye erre nagy kapacitású átragó állomások, logisztikai bázisok, raktárbázisok jöttek létre Magyarország és Ukrajna határán. Bár a miénk egy rövid határszakasz a többiekhez képest Ukrajnával, mégis Ukrajna nyugati határát figyelembe véve a legnagyobb vasúti átrakodási kapacitások éppen Magyarországon jöttek létre. Emlékszünk az East-West terminál átadására, ma pedig
a Transpid Kft.-nek egy újabb beruházását adtuk át, amely egy 3,8 milliárd forintos beruházás. Ennek következtében 85 ezer négyzetméterre nő a raktározási kapacitása, és óránként 200 tonnányi mezőgazdasági terményt, gabonát, búzát tudnak átrakni széles nyomtávú vonatról normál nyomtávúra, fordítva, kamionokba, közútról, vasútra, vasútról, közútra. Ez egy olyan beruházás, ami nagy mértékben segít abban a tekintetben, hogy Magyarország hozzá tud járulni az Ukrajnából elinduló gabona tranzitjához, nem a Magyarország importjához, hanem a tranzitjához, és növeli Magyarország szerepét a kelet-nyugati szállítások tekintetében. Az megoldott már, hogy valóban ne itt maradjanak ezek a szállítmányok, mert ez okozza a legnagyobb problémát most a vármegyében. Igen, erre világos jogszabály született. Aki megszegi ezt a jogszabályt, az súlyos következményekkel kell, hogy szembesüljön. Amióta ez a jogszabály életbe lépett, azóta gyakorlatilag Magyarországra közvetlenül importálni Ukrajnából különböző terményeket nem lehet, hanem csak a tranzitot biztosítjuk. És ugye ez így volt eredetileg is. Tehát az eredeti megállapodás arról szólt itt Európában, hogy a közép-európai országok segítik a saját területükön keresztül az ukrán gabona elszállítását azokba az országokba, ahova szánták őket. Tehát ezt a gabonát nem Magyarországra szánták, hanem ezt Közel-Keletre meg afrikai országokba szánták. Tehát itt az Európai Bizottságnak sokkal előbb kellett volna lépnie. Itt az Európai Bizottságnak észlelnie kellett volna, hogy egy eredeti megállapodással, európai értékekkel, vagy érdekekkel ellentétes helyzet jött létre. Már lépnie kellett volna, amint érzékelte volna, hogy ho-ho, hát itt nem arról szólt a megállapodás, az ukrán gabonát az be lehet hozni Közép-Európába, és tönkre lehet vele verni a mezőgazdasági piacot, meg tönkre lehet vele verni a gazdálkodóknak, vagy a gazdáknak a megélhetését, hanem tovább kell vinni ezeket a terményeket innen. Ugye nem lépett időben az Európai Bizottság, ennek aztán lett a következménye, ami lett, de mi megvédjük a magyar gazdákat, a magyar mezőgazdaságot, a magyar élelmiszeripart, és ezért úgy döntöttünk, hogy ugye egy oldalról a pont megtiltjuk ideiglenesen a gabonaimportot Ukrajnából. Aztán az Európai Bizottság is kénytelen volt már érzékelni, itt valami probléma van, mert ugye nem csak mi, hanem a lengyelek, a szlovákok, a románok, a bolgárok is fölléptek ebben az ügyben. Ha már szóba került Ukrajna, és hogy onnan mi jön, meg mi nem jön, mit szól ahhoz, miniszter úr, hogy ugye, sajtóhírek szerint Zelenszkij elnök úrnak volt egy olyan gondolata, hogy esetleg megakadályozza Baracsák olajvezetéken a kőolaj Magyarországra és innen tovább áramlását? Hát ez nem is egy gondolat volt, hanem jól értem, egy fenyegetőzés fölrobbantással. Tehát én azt gondolom nézve, hogy az ukránok most már tényleg többet engednek meg maguknak Magyarországgal szemben, mint azt tolerálható lenne. Tehát rendkívül ellenséges, tisztességtelen lépéseket tesznek Magyarország vonatkozásában. És itt nem csak arra gondolok, már az önmagában elég lenne, hogy szeptember 1-től gyakorlatilag bezárásra ítélték a magyar nemzetiségi iskolákat, azt a 99-et, amelyek magyar nyelven oktatnak, hanem arra, hogy elhangzott itt egy fenyegetés arra nézvést, hogy a Magyarország kőolaj ellátását döntő mértékben biztosító barátságvezetéket fölrobbantják, és akkor majd Magyarországra nem tud jönni kőolaj. Ugye a helyzet az, hogyha a barátság kőolaj vezetéken nem tud jönni kőolaj, akkor a jelenleg rendelkezésre álló alternatív horvátországi vezeték dacára annak, hogy hónapok óta kérjük, hogy bővítsék ki a kapacitását, egyszerűen nem tudja ellátni Magyarországot, Szlovákiát és részben Csehországot, hiszen a barátság kőolaj vezetéken Magyarország, Szlovákia és részben Csehország ellátása zajlik. Ennyit számban nem tud biztosítani a horvátországi vezeték, mondom függetlenül attól, hogy hónapok óta kérjük, hogy bővítsenek, hát nem tették meg természetesen. Tehát a helyzet az, hogy nekünk az energiaellátás az egy szuverenitási kérdés. Világon mindenhol, főleg az elmúlt időszak eseményei miatt ez evidens. Tehát az energiaellátás biztonsága a szuverenitási kérdés. Tehát minden egyes olyan támadás, amely egy ország energiaellátása ellen, energiaellátásának biztonsága ellen megy, az az adott ország szuverenitása elleni támadás. És mi így fognánk fel, hogyha Magyarországra vezető földgáz vagy kőolaj vezetéket valaki megtámadna, fölrobbantana, szabotást követne el. Ugye Európában sajnos ez nem példa nélküli, mert néhány hónappal ezelőtt az északi áramlat gázvezetéket robbantották föl. Az szerint botrányos maga, hogy ez megtörténhetett,
de az is legalább annyira botrányos, hogy mind a mai napig nem vizsgálták ki, hogy az mi volt. Hát nem volt egy átfogó, nemzetközi, pártatlan lapos vizsgálat. Ezek szerint senki nem kíváncsi arra, hogy egy európai kritikus infrastruktúrát érő terrortámadás mögött kiáll, és ki az elkövetője, szóval egészen döbbenetes helyzetek vannak. Most arról nem is beszélve, hogy az ukránok a legnagyobb magyar bankot, az OTP-t, azt feltették a háború nemzetközi szponzorainak listájára. Ami hát megint csak elképesztő, az OTP semmi olyat nem tett, ami miatt egy ilyen listára kéne kerülni, az OTP minden hazai és nemzetközi jogszabály tiszteletbe tart a működése során, ez megint csak egy magyar ellenes lépés, és most már tényleg itt az ideje, hogy ezeknek megállt parancsoljunk, szóval világossá tettük, hogy az Ukrajna számára az Európai Bizottság által kezdeményezett újabb 500 milliárd eurónyi fegyverszállítási finanszírozás, mi mindaddig nem fogjuk elengedni, mindaddig nem fogunk ezt hozzájárulni, amíg az ukránok le nem veszik az OTP-t erről a fekete listáról. Most már tényleg elég abból, hogy mindig azt mondják az európai barátaink ezekre a felvetéseinkre, hogy jó, ez most nem érdekes, ezt majd megoldják, meg majd rendben lesz minden, de most haladjunk gyorsan előre, mert amikor ebbe beleegyezünk, akkor sose oldják meg azt a kérésünket vagy problémánkat, ami felmerül. Nekik az a lényeg, hogy a háború eszkalációjának veszélyével sajnos együtt járó finanszírozást Ukrajna megkapja. A magyar álláspont is sokszor az volt, hogy jó, vannak vitáink Ukrajnával, de most ezt hagyjuk, legyen béke, és majd utána megbeszéljük, de most már akkor ezek a szint, az a szint, amikor már nem lehet. És mit szól ahhoz, miniszter úr, hogy sajtóhírek szerint a bizottság elnök asszonyánál ez megértő fülekre talált ez az ukrán elképzelés állítólag? Nyilván érdemes óvatosan bánni minden ilyen típusú információval. Egy dolog biztos, hogy szerintem bicskanyitogató volt az, ahogyan az Európai Bizottság elnöke válaszolt, vagy pontosabban nem válaszolt arra a magyar újságírói kérdésre a hét elején, amely arra vonatkozott, hogy Zelenszky elnökkel ők beszéltek-e arról, hogy akkor felrobbantanák a kőbarátság kővezetéket, és egy ilyen cinikus kényszeredett nevetés kíséretében annyit mondott, hogy hát neki erről nincsen tudomása, szóval én azt gondolom, hogy azért van az a határ, amit az Európai Bizottság elnöke sem kéne, hogy átlépjen. Az Európai Bizottságnak az lenne a feladata, hogy az európai szerződések tiszteletbe tartásán őrködjön, vagyis hogy biztosítsa azt, hogy az európai uniós országok érdekei érvényesülnek. Ehhez képest jól láthatóan az Európai Bizottságnak nem fontos az, hogy egy európai uniós tagországgal mi van, hanem ebben a háborús pszichózisban szenvednek ők is, mint sajnos az egész európai vagy transzatlanti politikai közösség. Ugye visszatérve arra, amit mondott a szerkesztő úr, hogy ugye a háború elején mi világossá tettük, hogy nem fogjuk felhozni a kisebbségi kérdéseket itt, amíg háború zajlik, mert azt gondoltuk akkor, hogy az nem volna helyes, és nem is tettük volna, hogyha az ukránok az elmúlt év végén nem fogadtak volna egy olyan törvényt, ami még tovább rontotta a magyar nemzeti közösségnek a helyzetét. Tehát viszont muszáj fellépni, a magyar emberekért ki kell állni, mert az elmúlt évek sajnos 2015 óta, amióta szisztematikusan veszik el a magyar nemzeti közösség jogait, az elmúlt évek azt bizonyították be, hogy ha mi nem állunk ki a magyarokért Kárpátalján, rajtunk kívül senki se fog, hiába a mézes-mázas nyilatkozatok, hiába az európai szabályokra a hivatkozás, senki nem fog kiállni a magyar nemzeti közösségért, ha mi nem tesszük. Még egy kérdés az Unióval kapcsolatosan. Ugye most van egy olyan javaslat, amely a külpolitikai kérdéseket az Unióban konszenzusosról, ugye minősített többségű döntéseké tenni át, tehát lehet arra lehetőség, hogy a többség eldöntsön valamit, és akkor az mindenkinek kötelező. Mi ezzel kapcsolatban az álláspontja a kormányzatnak? Ugye az Európai Unióban régóta zajlik egy vita arról, már a háború előtt jóval megkezdődött ez, hogy hogyan nézzen ki a jövő Európai Uniója. Ez legyen egy ilyen szuperállam, hogy minden hatalmat Brüsszelnek, és a tagországok azok elvesztik a jogosultságaik egy jelentős részét, vagy az Európai Unió az legyen erős tagállamoknak egy szövetsége, ahol a tagországok ragaszkodnak a történelmükhöz, a hagyományaikhoz, a nemzeti specialitásaikhoz, vallás, stb. És mi ugye a másodikat szeretnénk. Tehát mi szeretnénk, hogyha az Európai Unió erős lenne, de szerintünk az Európai Unió akkor tud erős lenni, ha azt erős tagállamok alkotják. Ugye ehhez képest a föderalisták azt szeretnék, hogy legyen egy ilyen Európai Egyesült Államok, egy ilyen szuperállam,
ahol Brüsszelbe kerülnek a döntési jogosultságok döntő többségükben, és hát a tagállamoknál megmarad valami kicsi. Ugye ebbe a húzakodásba, vagy ebbe a vitába illik bele az a folyamat is, amely során ugye arról vitázunk, hogy akkor a külpolitikailag fontos döntések esetében továbbra is egyhangúság legyen, tehát csak akkor születhessen egy külpolitikai döntés, például mondjuk szankcióról, hogyha senkinek nincs kifogása, ha mindenki együtt tud vele élni, ha mindenki a beleegyezését adja, vagy hát csináljuk azt, hogy akkor a tagállamok kétharmada, fele, négyötöde, nem tudom én, eldönthet valamit, és hiába van, akinek az az érdekeivel szembe megy, azt nem akarja, valamilyen vitális érdeke fűződik ahhoz, hogy az ne történjen meg, nem érdekes. Na most ezt pontosan tudjuk, hogy mire vezetne, a nagy országok majd eldöntenék, hogy mi legyen, mi meg ülhetnénk a sarokba, és megkaphatnánk a jogot a hallgatásra. Na most ezt nyilvánvalóan nem akarjuk, tehát az Európai Unió nem így jött létre, az Európai Unió létrehozásában nem véletlenül ragaszkodott az egyhangúsághoz a külpolitikai döntéshozatal során, mi ehhez ragaszkodunk? Ragaszkodunk ahhoz, hogy az Európai Uniót megalapító, annak működéséről szóló szerződéseket mindenki tartsa tiszteletben. Ez akkor lehet majd fő kérdés a jövő évi európai parlamenti választáson? Lehet esetleg unióban egy váltás ilyen tekintetben? Azt gondolom, hogy ez lesz az egyik tétje az európai parlamenti választásnak, hogy akkor az Európai Egyesült Államokat, egy szuperállamot létrehozni akarók, vagy azt támogatók, vagy az erős tagországokra épülő Európai Unió hívei kerülnek a többségbe. Olvastam egy Euróbarométer felmérést, amelyből látszik, hogy jelentősen csökken Magyarországon is, de ebben a régióban mindenhol azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy jó irányba mennek a dolgok az Európai Unióban, mind a mellett a tagságnak a támogatottsága magas. Ebből számomra is azt tűnik ki, hogy valami váltásra lenne szükség. Na nyilvánvaló, hogy a tagság támogatása magas, senki nem beszél arról, hogy Magyarország legyen az Európai Unió tagját, Magyarországnak az az érdeke, hogy egy erős unió tagja legyen. Tehát itt a vita nem arról szól, hogy tagok legyünk vagy ne, hanem a vita arról szól, hogy hogyan lehet az Európai Uniót erőssé tenni. Tehát ahhoz, hogy Európai Uniós tagok vagyunk, annak abszolút többsége van, de annak is többsége van, hogy az Európai Uniónak változnia kell. Ugye az Európai Unió ma gyenge, egyre gyengébb. Ennek különböző okai vannak, meg mérőszámai is. Például mondok önnek egyet, 2010-ben a világ GDP-jének, tehát a világ gazdasági teljesítményének a 22%-a az Európai Unió nevéhez fűződött, 9%-a meg Kínához. 22-9. Most ez úgy néz ki, hogy Kínának van 18%-a, nekünk 17. Tehát mi lementünk 22-ről 17-re, a kínaiak megduplázták a 9-et 18-ra, megfordult az arány, a kínaiaknak ma már nagyobb a részesedése a világ gazdasági teljesítményéből, mint az Európai Uniónak. Miközben itt zajlik egy háború, miközben energiaválság van, élelmiszerválság van, inflációs válság van egész Európában, tehát látszik, az Európai Unió gyengül. Az Európai Uniót meg kéne erősíteni, de nem úgy lehet megerősíteni, hogy minden döntési vagy kapacitást odaadunk, vagy döntési jogosultságot Brüsszelbe, mert láttuk, hogy abból mi lesz. Azt is láthattuk az elmúlt évek válságaiban, hogy mindig a nemzeti megoldásuk működtek jól, és mindig a kormányközi együttműködések voltak hatékonyak. Mondok önnek egy példát, hogy hozzuk haza a Covid idején a külföldön rekedt állampolgárokat. Hát mire hazahoztunk mindenkit, akkor jutott eszébe az Európai Unió, hogy van ilyen probléma, akkor kaptunk levelet a bizottságtól, hogy segítenek hazahozni az embereket, mikor mindenki itthon volt. Egy hónapig dolgoztunk rajta. Ha már szóba kerültek az energiaügyek, a múlt évet jól kihúztuk, hála Istennek meg volt a megfelelő földgáz, kőolajmennyiség. Milyen idei évre számíthatunk, hogy látja, lesz-e elegendő energia? Hát nézze, a szerződéseink rendelkezésre állnak, a szállítóink megbízhatóak, a tranzitországok megbízhatóak, itt csak azt kell, hogy senki ne akarjon fölrobbantani semmit. És akkor mi rendben vagyunk, hiszen az Oroszországgal megkötött földgáz és kőolajszállítási szerződések garantálják az ország ellátását. A tranzitországok eddig teljes mértékben teljesítették a tranzit kötelezettségüket, úgyhogy itt én problémát Magyarország szempontjából nem látok. A többiek hogyan oldják meg, az majd nyilván egy más kérdés, meg az ő bajuk. Ugye a helyzet az, hogy a hátunk mögött hagyott tél az egyrészt rendkívül enyhe volt, másrészt pedig a télre való felkészülés során azért 60 milliárd köbméternyi orosz gáz még csak bejött az Európai Unióba. Ugye aztán nagyjából nyár környékétől kezdték el felmondani a szerződéseket, vagy egyik, vagy a másik oldalról. Ez az orosz gáz, ez hiányozni fog az idei esztendő európai energia mixéből, úgyhogy meglátjuk, hogy ennek a pótlását a többiek hogyan tudják megoldani. Magyarországnak szükség van esetleg további alternatív forrásokat is kutatni folyamatosan,
vagy most jó, ami most van? Hát nézze, alternatív forrásokat mindig kell kutatni, mert ugye ez egy nemzetbiztonsági kérdés, mármint az energiaellátás. És minél több forrásod van, minél több útvonalad van, annál nagyobb biztonságban vagy nyilvánvalóan. Ezért mi természetesen folyamatosan nézünk újabb lehetőségek iránt. Nem azért, mert nem vagyunk elégedettek a jelenlegi szállítókkal, hanem azért, mert az nagyobb biztonságot ad. Például ugye Azerbajdzsánnal politikai megállapodás jött létre arról, hogy tőlük tudunk majd földgázt venni az év végétől. Igen ám, de amíg a földgáz nem lehet hátizsákban meg vonaton szállítani, nagy mennyiségben legalábbis, addig vezeték kell. És jelenleg sajnos a dél-kelet-európai gázvezetékhálózat nem alkalmas még arra, hogy nagy mennyiségben földgáz tudjunk onnan importálni. Ez egy klasszikus európai feladat lenne, ehhez képest az Európai Bizottság úgy tesz, mint aki nem érti, hogy neki itt feladata lenne. Tehát miközben nyomnak minket oda, hogy szabaduljunk meg az orosz függőségtől, vegyünk máshonnan gáz, stb., semmi segítséget nem adnak hozzá. Ez záró kérdés, még atomenergiával kapcsolatban, hogy állunk most? Veszélyezteti-e bármi a PAS 2 beruházást? Hát nézd, a nukleáris beruházásunkat folyamatosan fúrják, hogy ezt a szakmai kifejezést hozzam ide. Ugye dacára annak, hogy nincsen szankció a nukleáris iparon, mert megakadályoztuk. Dacára ennek a német kormány nem engedélyezi a Siemens Energy nevű német vállalat számára azt, hogy a megrendelt, leszerződött irányítás technikai rendszert beszállítsák az atomerőműbe. Az atomerőmű lelke, az agya, vagy nem tudom, hogy nem tudok olyan kifejezést használni, hogy értsük ennek a lényegét. Tehát onnan irányítják az atomerőmű működését, ezt nem engedi a német kormány. Dacára még egyszer mondom annak, hogy nincsenek szankciók. Tehát ez megint csak egy ilyen a szuverén energiapolitikánkat támadó felállása a német kormány részéről. Sajnos ezt be kell nekünk árazni, ezt világosan látnunk kell. Tehát azt, hogy Magyarországon a nukleáris kapacitások bővüljenek, azt mindenhonnan támadni fogják. Nekünk nem szabad meghátrálni, mert a két új paksi blokknak a megépítése jelenti a hosszú távú garanciáját a magyar ellátás biztonságnak. A mostani 33-ról 70%-ra fogjuk tudni növelni a villamosenergia arányát a magyar energia mixben. Ez egy olcsó, biztonságos, kiszámítható és környezetvédő megoldás, hiszen ha fel tudjuk építeni a két új blokkot, az azt fogja jelenteni, hogy 17 millió tonnával kevesebb széndioxidot fogunk egy évben kibocsátani, 3-3,5 milliárd köbméterrel pedig tudjuk csökkenteni a földgáz behozatalunkat. Tehát mindenképpen érdekünk, hogy megcsináljuk. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Köszönöm, hogy itt lettem. Köszönöm a nézőknek és a figyelmet, viszontlátásra.